Nekem ez egy ilyen, valahol ez koncepció, az ilyen változatosság, fejlődés, mit tudom én, alakulás, és egyébként ezt akartam így gyakorlatilag egy csokorba fogni ezzel az új albummal, amin ugye 13 új szám lesz, hogy ez igenis változatos lesz. Különböző ízek, különböző hangulatok, különböző szagok, hangzások, ez gyakorlatilag ez a, nem tudom, ez a stílusom, ez a koncepcióm. Úgy érzem, mintha nem fordulhatnék vissza. Szerintem ez a törbe, ez egy nagyon hatásos, én azt gondolom, hogy egy elég reprezentatív dal erről az albumról, úgyhogy ezért is akartam, hogy ezzel nyíljon a kapuja az albumnak, gyakorlatilag ez legyen, ami betöri az ajtót. Hogyha bátor vagy, nyugodtan gyere közelebb, vagy engedj magadhoz, legalább hadd játszak veled. Sokszor nem kell ezt mondani, hanem ők ezt érzik maguktól, hogy ez egy ilyen kicsit egy ilyen untouchable csávó, ezt nem én mondom magamról, de így kicsit visszással jön le a viselkedésemből is, és akkor már úgy voltam vele, hogy elég sok az erre érkező feedback, és akkor így gondoltam, hogy ezt meg is zenésítem, és javarészt egyébként tényleg az van, hogy aki úgy mind baráti, mind párkapcsolati szinten akar velem bárhogy így kontaktálni, annak elég nehézkes dolga van eleinte, de aztán meg tök jó. Ennél a klipnél meglehetősen egyszerű volt a színészkedés, mert maga a dalnak a hangulata, a stílusa hozza ezt a kicsit ilyen kitekeredett, kicsit ilyen megkeserűsödött hangulatot. Egyébként át kellett hozzá szellemülni, de meglehetősen egyszerű volt. Ami nehézkes volt, az, amit a rendező talált ki, és én egyébként pártoltam, mert jól nézett ki, hogy ugye, amikor beledugom a fejemet a vízbe, és akkor úgy mondom a szöveget. Na hát, ahhoz kell tüdő, ott át kellett szellemülnöm, mert előtte egy 30 percig légzési gyakorlatokat végeztem, hogy az egész bridge-et el tudjam így nyomni. Kád volt a legnehezebb történet ebben az egészben, legalábbis nekem. Hát a Szandi az gyakorlatilag elgyufázgatott ott mellettem, de én 3-4 órát töltöttem el abban a kádban, aminek az volt az érdekessége, hogy nem tudtuk meleg vízzel megtölteni, ezért az ottani srác egy másfél literes vízforralóval hordta bele a vizet, ami nyilvánvalóan az utolsót, amikor beletöltötte, akkor már értelemszerűen teljesen jéghideg volt az egész, és a teremben 18 fok volt, és ruhában kellett ott egy 3-4 órát eltölteni. A végén meg könyörögtem a rendezőnek, hogy valamit csináljunk már, én most már remegek, vacogok, már minden bajom van. Ott gyakorlatilag hát az ilyen finálé történik ott, vagy az ilyen katarzis rész, amikor a Szandinak a bridge-re jön, és akkor ő kiemelkedik így az ágyból, és gyakorlatilag ő kerül a középpontba. Nekem személy szerint az pont egy ilyen, az ilyen libabőrözős rész. Én nagyon szeretem egyébként az ő hangját is, meg konkrétan ezt a jelenetet is. Ez így nagyon ki tudja rángatni az embert, hogy abból a tipikus felépített izéből, hogy verze-refrén, és akkor utána kapsz egy olyat, ami így kirángat, és képileg is, meg hangilag is, úgyhogy ez egy nagyon jó választás volt, nem az enyém volt, de ez egy nagyon jó választás volt.